A múlt hét vasárnapján hatalmas tűz ütött ki Örsülfalun, az alumínium és műanyag nyilászárokat gyártó üzemben. Komáromi, gútai, nagymegyeri hivatásos és ekeli önkéntes tűzoltók vonultak ki a helyszínre. A tűz vélhetően az öltözőből terjedt át a gyártócsarnokra. A tulajdonost, aki nemrég vásárolt új gépeket, az előzetes becslések szerint 400 000 eurós kár érte. A rendőrség veszélyeztetés miatt indított nyomozást. A tűz keletkezésének oka máig ismeretlen. A biztonsági kamerák felvételei a rendőrség rendelkezésére állnak. A cégvezetés az első sok után már új gyártóhelyiségekről gondoskodik, hiszen nem okozhatnak csalódást az ügyfeleknek, és azt sem szeretnék, hogy alkalmazottaik a munkaügyi hivatalnál kössenek ki. Sok érdekesség várta a Tatra moziban a gyermekeket és szüleiket a múlt hétvégén, a Balerina című animációs film országos premierje előtt. Lehetőségük nyílt részt venni rajzversenyen, a legügyesebbeket pedig díjazták is. Emellett apró ajándékokkal kedveskedtek a gyerekeknek, akik örömmel fogadták azt is, hogy az ügyeskező arcfestők igazi mesefigurákká varázsolták őket. A Franciaország egyik távoli csücskében, illetve Párizsban játszódó mesefilm nagy sikert aratott a gyerekek körében, akik már várják a következő premier előtti vetítést. Hamarosan ugyanis megérkeznek a Hupikék-Törpikék izgalmas kalandjaikkal. Becses vendégeket fogadhattunk e héten a Komáromi Városi Televízió szerkesztőségében. A Mariánum Egyházi Iskolaközpont óvodásai látogattak meg bennünket, akik a műsorkészítés rejtelmeibe kívántak tekinteni. Kren Arnold kollégánk a repülő kamerát, vagyis a drónt mutatta meg nekik működés közben. A drón rögzítette, ahogy a gyermekek lelkesen integetnek, amikor feléjük száll a kamera, majd a landolást követően közelről is megszemlélték a gépet. A vágószobában pedig azt is megnézhették, sikerültek-e a kinti felvételek. A 62 gyermek szó szerint ellepte szerkesztőségünket, és mi nagyon örültünk, hogy ilyen sokan és ilyen komolyan érdeklődnek e szép hivatás iránt. Az is lehet, hogy néhány év múlva szerkesztőként vagy operatőrként térnek vissza hozzánk.